Fólia védi a büfé pultját a kalocsai sportcsarnokban. Egyik oldalt bontják, a másikon pedig építik a falat. A napokban kezdték meg a munkákat, hiszen a csarnokban új vizes blokk kerül kialakításra. Minden évben újítanak valamit a sportkomplexumon, korábban az öltözők, most a kiszolgáló egység volt soron. A kézilabdaklub és az önkormányzat most már azt hiszem 6 éve, ez a 7. éve, hogy szinte majdnem minden évben csinál valamit, amivel korszerűsíti vagy felújítja a városi sportcsarnokot. Ebben az évben a mérföldkő az a vizes blokk, tehát a kiszolgáló nézők részére szolgáló vizes blokknak a bővítése, korszerűsítése. Itt az épület hátsó részén folynak a munkák. Bővítik az épületet, hiszen a mosdók mellett a büfé is megújul. Nagyobb lesz a kiszolgáló tér, illetve a raktárhelyiség is. Bővítésre és kialakításra kerül egy teljesen új vizes blokk rész, ami magában foglal nyilván a férfi és a női szakaszokat, valamint ugye a büfé, tehát úgy mondom a büfének a kiszolgáló helyiséget, tehát a raktárépületét újra kell építeni, valamint a mozgáskorlátozottakra gondolván egy mozgáskorlátozott öltöző és mosdó kerül kialakításra. Mindezen munkálatokra közel 45 millió forintot fordíthatna. Kettő forrásból valósul meg. Egyrészt a Kalocsai Kézlabda Klub TAO forrásból pályázott rá még 2017-ben, és ennek a határideje az most nyáron jár le. Közel 31 millió forintot nyert a Kézlabda Klub ehhez a beruházáshoz, és ugye az önerőt pedig Kalocsaváros önkormányzata biztosítja a részére. Szummában mindösszesen egy 44-45 millió forintos beruházásról tudunk most beszélni. A munkákat a sportbál után közvetlenül szerették volna megkezdeni, melyet az időjárás nem tett lehetővé, ám az ütemtervet így is tartják majd. Az új blokkokat várhatóan a nyár elején már használatba vehetik a sportolók és a csarnokba látogatók.